Szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, mostani reggelen Csendes Percek című műsorunkat láthatják. Istenünk igéjét a János Evangélium 6. fejezetének 35. verséből olvasom. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, nem szomjúhozik meg soha. Jézus Krisztus Urunk önkijelentései közül, hét önkijelentése közül, ezt olvastam a mai napon, én vagyok az életnek kenyere. Ö talán ismerjük azt a filmet, sajnos nem jut eszembe a címe, ahol egy katona hazatér, és van egy traumatikus élménye a háborúban, amikor tulajdonképpen úgy maradt életben, hogy a barátjának, katonatársának a kenyerét is elvette attól, és az meghalt, ő pedig élve hazaérkezett, és mikor gyermeke születik, akkor a gyermekének van egy érdekes alakú anyajegye a hasán, és az orvos ránéz, és azt mondja, nézd csak, kenyér alakja van és hát ezt egész életében végig kísérti tulajdonképpen a kenyérnek ez a fajta traumatikus élménye, hogy ő barátjától mindezt megvonta. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere, nem megvonni akarja tőlünk azt, ami az életünkhöz szükséges, hanem bőti időszakban is arra a kenyére hívja fel a figyelmünket, mely nem a testi kenyeret jelenti, hanem jelenti azt a lelki kenyeret, amely ime, táplálhat bennünket. A Jézusi önkielentés azért hangzik el, mert ahogy gyermekektől is megkérdezem, hogy vajon miért nem azt mondta, hogy olajbogyó, miért nem valami mást mondott Jézus, amikor önmagáról, mint valamilyen táplálékról beszél, akkor a gyerekek rájönnek azért, mert hát ez alapvető táplálék. Hogy egyik csendes percben már említettem is, hogy amikor eszkimokrat lefordítják a Bibliát, és ott ugye nincs kenyér, megnézték a fordítók, hogy mi az, ami alapvető az eszkimoknál, és így fordították le egyébként ezt a mondatát Jézusnak, mely számunkra humorosnak tűnhet így, első halásra az eszkimó fordítás, hogy én vagyok az életnek fókája, mert hát ott az eszkimóknál az alapvető. Ez tükröződik vissza egyébként, ez az alapvető jellege a kenyérnek a shakespeare 75. szónetben, hogy az vagy nekem, mi testnek a kenyér, tavaszi zápor, fűszere a földnek, lelke miatt az örökharcban él, mint fősvénkit kénzegonja öl meg. Tehát jegyen számunkra Jézus alapvető, és ha ő alapvető, a mindaz, ami az élet folytatásához a Életünk fenntartására szükséges, íme éljél vele. Ez a kenyér, és maga Jézus így önmagát így meghatározva bennünket táplál. Azt mondja Jézus, hogy aki eszi ezt a kenyeret, akkor semmiképpen meg nem éhezik, az, aki hisz bennem, nem szomjóhozik meg soha. Tehát ez a kenyér pont elég arra, hogy életünket folytathassuk. Mostanában lehet hallani, és a Covid idején, az első Covid szakaszban láthattuk azt a pánikszerű vásárlást, amikor az emberek fölvásároltak száraz tésztát, lisztet és mindaz, ami kellett. Ez egyébként egy természetes reakció volt abban a pszichotikus helyzetben, ahogy most ugye a benzinkutaknál láthatunk sorokat. Na ez a Jézusi kenyér. Maga Jézus viszont nem kényszerít bennünket arra, hogy pánikszerűen vásárolunk. Ó, ha már ott tartanánk, hogy annyira fontosnak tartjuk Jézusnak a, a jelenlétét az életünkben, hogy pánikszerűen megyünk a templomba, hogy csak valakivel beszélgessek, aki közli velem, aki elmut, megmutatja nekem, hogy hogy juthatok hozzá ehhez a Jézushoz. Isten áldjon meg bennünket ezzel a buzgósággal. A Filippi levélben Jézus Urunk pálapostól szívére ezt az igét helyezi, mert Isten az, aki munkája bennetek mind a munkálást, mint az akarást jó kedvéből. És éppen ezért, ha ennyire fontos lesz neked ez a Krisztus, hogy éljél ezzel a Krisztussal, akkor ime legyen számodra mindennapi eledel hogy minden nap olvasd a Bibliát, hogy minden nap imádkozzál hozzá, hogy minden nap adjál jelet magadnak Jézusról, hogy ő adhasson neked, és tudatosan tudjad azt, hogy ime, ő szólt hozzám, ő tartja meg az én életemet. És azzal fejezem be, amivel egyszer Püspök befejezte a Samáriai asszonyról szóló prédikációját, hogy hát nem szomjazol, én pedig most azt kérdezem tőletek, hát nem vagy éhes erre a Krisztusra tápláltassál vele, menj oda, imádkozzál, és nyerd el az ő jelenlétét, fogad be őt szívedbe.